Sziasztok! Ebben a videóban a bloggeres blogok elrendezéséről, valamint a modulok kezeléséről lesz néhány szó. Első és legfontosabb kérdésünk, hogy egészen pontosan mik is azok a modulok. A modulok elrendezésbeli egységek tulajdonképpen dobozok. Az oldalsávon, alul a láblécben, fölül a fejlécben, illetve nagyjából mindenhol ott, ahol a blogon tartalom van, és nem a bejegyzések, ott úgynevezett modulok kapnak helyet. Számtalan tartalmuk lehet, vannak alapmodulok, olyanok, amelyeket a blogger szolgáltat számunkra, címkék, linklista, bloglista, keresés oldalak, stb., valamint úgynevezett harmadik féltől származó modulok. Ezeket a modulok, ö, hát ezek a modulok azok, amelyeket nem mi készítünk, és nem is a blogger szolgáltat számukra, hanem egyéb helyekről ágyazzuk be, például tőlünk mármint hogy az Edemes Gamer blogról. Itt is található a bizonyos modulok, amelyek könnyedén beágyazhatóak a saját munkáitokba, úgyhogy ezt mindenképpen ajánlom majd figyelmetekbe. Először vessünk egy pillantás az alapmodulokra. Itt is vagyunk az irányító pultnak ezen az úgynevezett elrendezés fülén, és alapból ez a képtárul elénk. Amit én a videó előtt megtettem, és ti is megtehettek, az az, hogy van itt jobb felül ez az úgynevezett navbar modul, ezen ezt a szerkesztés gombot nyomjátok meg, és én ezt a navbát már kikapcsoltam teljesen. Mentés. Alapvetően tehát itt vannak alapmodulok, a favikon és a navbar, amik tulajdonképpen nem teljesen ott jelennek meg, ahol most itt mutatja őket a rendszer. Van egy fejlétsz modul, amivel majd a későbbi foglalkozunk még egy kicsit. Van egy blogbejegyzések modul, egy forrás megjelölés modul, illetve hát itt oldalt alapból egy blogarchívum és egy magamról. Ezt a magamról modult, ezt most én eltávolítom. És itt találunk modul hozzáadás a gombokat. Kattintsunk rá egy ilyen gombra. Itt lejön egy lista, amiben rakat modul közül válogathatunk. Hát, elsősorban így először is én most egy szövegmodult fogok hozzáadni. És írok bele pár szót a blogról. Rendben írtam is bele egy rövid szöveget. Ezt még ezt félkövérre, félkövére, itt ezzel a gombbal, ugye. Adok egy címet ennek a modulnak. In formációk és elmentem. Ez a modul már is hozzáadásra került. Ezen kívül akkor adjunk hozzá még, még valamit. Hmm. Mit csináljunk? Hát tegyünk még ki egy keresőmezőt. Ez a keresőmező egyelőre még nem fog működni. Itt beállíthatjuk, hogy hol legyen engedélyezett a keresés. Ezen a blogon, innen linket, hivatkozások vagy web. Hmm. Egyelőre most legyen csak ezen a blogon engedélyezett, és elmentjük. Egyelőre azért nem lesz lehetőségünk keresni a blogon, ugyanis még privát blogként üzemel, ugye? De amint áttesszük publikussra, rögtön lehetőségünk válik a keresésre. Hm, Jó, van, tegyünk még ki egy közvéleménykutatást. Mi legyen a kérdés? Legyen a kérdés például az, hogy. Tetszenek a videók? Ez a modul kicsit fordítási hibás, amikor négynél több, négy több válasz lehetőséget szeretnénk hozzáadni, akkor az újabb kérdés hozzáadása gombot kell megnyomnunk. Nem tudom, ez fordítási hibás, reméljük, hogy a közeljövőben javításra kerül. Hmm. Rendben, létre is hoztam a válasz lehetőségeket. Hmm. Ne engedélyezzük szinte, engedélyezzük több válasz kijelölését. Most ne és beállítom, hogy ez a közvélemény kutatás 12.30án kig működjön, és el is mentem ezt a modult. Kicsit ide lejjebb húzom. Itt úgy mozgathatjuk a modulokat, hogy egyszerűen meghúzzuk őket és, megfogjuk őket az egérünkkel, és. bárhova oda pozícionálhatjuk, és ott elengedhetjük őket, és megnyomjuk az elrendezés mentését. Módosításokat mentette. És akkor frissítsük a blogunkat, és már is látható, hogy az előbb beállított módon és sorrendben jelennek meg a tartalmaink. Kivétel a blogarchívumot. A blogarchívum egyelőre azért nem jelenik meg, ugyanis nincsenek benne megjelenítendő blogbejegyzések sem. Így egyelőre ez teljes mértékben rejtve marad, de amint elkezdünk bejegyzéseket írni, akkor ez is elő fog kerülni. Most pedig a harmadik féltől származó modulokra vessünk pár pillantást. Ezek közül számtalan találni az interneten, és nem is fogom őket mindet bemutatni. Mindössze egyet-kettőt a saját munkáim közül. Az első saját generátor, amit szeretnék nektek bemutatni, az például ez a like gombos lesz. Mivel az oldal még nem, jelentkezik, nem rendelkezik Facebook, ezért a like gombet előre magára a blogra fog mutatni. Kimásolom a blognak a címét. És legyen például nyomj egy elgépeltem. Szóval nyomj egy lájkot. Like a modul címe. Hát teszem sötét színűre is hozzáadom a bloghoz. Itt ezt a vezérlő hozzáadása gombot kell megnyomnunk. Természetesen előtte itt kiválaszthatjuk, hogy melyik blogunkhoz szeretnénk hozzáadni, amennyiben többen rendelkezünk. Fontos, hogy nézzük meg, hogy jó blogunkhoz adjuk-e hozzá. És már itt is van, hogy nyomj egy like modul. Természetesen ezt ugyanúgy tologathatjuk, ahogy az összes többit. Itt is van. Tudunk like is. Rendben. Aztán nézzük tovább ez a like gombos dolog ez megvolt, akkor tegyünk ki még egy ilyen úgynevezett runbox modult. Ugye ez egészen pontosan mit is tud, azt mindjárt bemutatom, miután hozzáad. Szóval most beírtam négyféle szöveget, de itt hozzáadhatunk akár egy ötödiket is, de most erre nincs szükségünk, vagy bárhányat hozzáadhatunk. Legyen a modul címe. Hmm. A modulnak ennek most ne legyen címe. De hozzáadjuk a bloggerhez, kiválasztom, hogy igen a az RGB bemutató videó nevű blokkot szeretném hozzáadni, megnyomom a vezérlőelem hozzáadása gombot. És felmozgatom ezt az elemet mondjuk ide. Nem, ide nem. Csak tegyük ide. Elrendezés mentése. És már is mindjárt megtapasztalhatjuk, hogy egészen pontosan mire jó ez a modul. Nyissuk meg a blogunkat. Mm. Most éppen azt írja nekünk, hogy hello látogató. Amint frissítjük, már is egy másik szöveg fog megjelenni, és ahányszor frissítjük, mindig véletlenszerűen fog megjelenni valamelyik szöveg számunkra a négy közül. Hint erre jó ez a modul, de igazából ennek talán hosszabb szövegeknél van értelme. Írhatunk bele tippeket, vagy helyezhetünk el benne. Nagyon sok mindent helyezhetünk el benne. Helyezhetünk el benne üdvözlést helyezhetünk benne el benne megszólítást, helyezhetünk el benne tippeket, helyezhetünk el benne több verzióját ilyen ösztönző szavaknak, vagy idézeteket is helyezhetünk el benne, vagy tulajdonképpen bármit. Szerintem ez egy eléggé, hát tulajdonképpen kreatív modul. Úgyhogy alapvetően ez, ez így néz ki. Szóval itt tudunk hozzáadni harmadik féltől származó modulokat a blogunkhoz. Ezek ugye itt ugyanígy meg fognak jelenni, és ugyanúgy távolíthatjuk el őket, mint az összes többit. Természetesen a modulokat utólag is szerkeszthetjük ezzel a szerkesztés gombbal. És így működik alapvetően a bloggerben ez a modul kezel. A videósorozat következő részében az oldalakról fogok még néhány szót szólni, és lassan elérkezik majd az az idő is, hogy megírjuk az első saját bejegyzésünket. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!